amikor kiderült, hogy tervezem, hogy egy színdarabot tervezek a kincsem témájáról, akkor azt mondta egy barátom, hogy lehetetlennek tartja, hogy ebből színdarab szülessen, mert ugye egy versenyló, amelyik 54 versenyen indult, és mind az 54 futamot megnyerte, arról lehetetlen színdarabot írni, mert hol itt a konfliktus. És akkor jutott eszembe, hogy hát bizonyítanom kéne, hogy lehet ebből a témából is színdarabot írni. Méghozzá úgy, hogy az emberi konfliktusokkal, amik a ló körül egy 54 versenyben nyertes, verhetetlen ló körül történnek, és akkor utána nézve a dokumentumoknak kiderült, hogy egy versenyló körül ma is négy ember tartozik egy versenyló szorosan, méghozzá a tulajdonos tenyésztő, az a ló feltétlenül gazdája, a tréner és a zsoki és az istáló fiú, a lónak az ápolója. Most erről a négy emberről az 1870-es években futott ez a kincsem nevű fenomén, csodaló. Erről a négy emberről, amit lehet megtudtam, ennek néztem utána, és hát kiderült, nem csodálkoztam rajta, hogy az életüket teljesen megváltoztatta az, hogy felbukkant benne a kincsem nevű csoda. És akkor már meg is volt a színdarab témája, hogy mi emberek hogyan viselkedünk, milyenek leszünk, hogyha az életünkben felbukkan a csoda. Mire használjuk, mennyire változtatja meg, mennyire személyre szabott ez, mennyire jellemző magára az emberre az, hogy a saját hétköznapi életétől nem tud szabadulni, pedig kirántja őt valami nagy esemény. És akkor, ha az ember már tudja egy darabnak a fő témáját, a fő hangzását, akkor azon a szálon el tud indulni, és megvoltak a fő szereplőim, és akkor már csak ki kellett osztanom a szerepeket, és abba a kiváltságba volt részem, hogy mivel tudtam, hogy ha sikerül megfelelő színdarabot írnom ebből a témából, akkor éppen a Thália Színházban kerül majd előadásra, és akkor már a szerepeket is kiosztottam. Egyedül és úgy írtam meg, hogy előttem volt a színész, és ez nagyon nagy kiváltság, és nagyon nagy öröm így írni színdarabot, hogy még a lélegzetvételét is ismeri az ember annak, aki alakítani fogja azt a figurát. Ezt többen csinálták már színdarabírók közül, például Shakespeare rendszeresen így dolgozott, de most különösen élveztem ennek a kiváltságát, és egyetlen egy szereplő, a legfontosabb szereplőt nem találtam a Thália Színházban, úgyhogy egy vendéget kellett hívni, és tudtam, hogy a kincsemnek a tenyésztő gazdáját és a legközelebbi embert ő hozzá, Plaskovics Ernőt, az csak Gáspár Sándor játszhatja el, aki éppen most a Székesfehérvári Színháznál van, ezért egyeztettem vele, elmondtam neki a tervemet, elnyertem a beleegyezését, és aztán írtam egy változatot a darabból, már azt az első változatot odaadtam neki elolvasásra, és aztán azzal mondva, hogy még egyszer át kell dolgoznom, mert az első változat sosem jó. Ezt is tapasztaltam. És aztán a második változatban már megegyeztünk, úgyhogy idejött, együtt próbáltunk, és hát nagyszerű próba folyamat volt, és nagyon szívesen emlékszem vissza, mert most már egy színdarabírónak és egy rendezőnek is most már az a dolga, amikor már közönség elé készült a darab, hogy visszaemlékezzen rá. Hát ez az öt karakter, ez mind az öt megszállott lovas ember. És
a tréner, vagy nem, a tulajdonos Blaskovics Ernő, hát nagyon hasonlít az eredeti mintára. Én jártam is a Tápió Szentmártonban, ahol ő lakott meg azon a környéken, véletlenül úgy hozta, hogy ott egy író-olvasó találkozó volt egyszer. És ő annak tulajdonította ezt a csodát, a kincsemet, hogy ő neki, Blaskovicsnak a zabja, mert zabot termesztett, az abja volt olyan csodálatos, hogy ettől lett ilyen csodálatos az való. Mindenki magyarázatot keresett arra, hogy vajon mi szerepe van neki ebben a csodában. És mindenki magának tulajdonítja. A Zsoké, ugye Robert Hesp, az egy híres angol zsoké volt a maga korában, az 1800-as évek második felében, és azt állította, hogy a ló az 30% a szerepe egy nyerésben, és a zsokénak pedig 70%. Tehát a zsokéságban magában hitt, és a saját zsoké tudásában, de aztán bebizonyosodott, amikor kirúgták, és kincsemtől meg kellett válnia, hogy egyáltalán nagyon jó zsoké, de a szerencse forgandó, és a lóversenyen a szerencse is közrejátszik. Csak egy esetben, nem kincsem esetében, semmi köze a szerencséhez sem, mert kincsem még a szerencsén is fölül emelkedett. Hát a grófnő pedig az szintén ismert volt a maga korában. Volt egy grófnő, aki az úrlovasok éves gátversenyén azt a tétette, önmagát tette tétnek, hogy annak lesz a felesége, aki megnyeri ezt a gátversenyt. Ez az Icsi Margit nevű grófnő, ez egy nagyon különös szereplő. Ő kincsembe szerelmes tulajdonképpen, holott kincsem kanca. Kincsembe szerelmes, és meg akarja szerezni kincsemet. És ráadásul ő mindig győzni szeretett volna világéletébe az Icsi Margit, de valahogy mindig lemaradt. És kincsem esetében tényleg több hálát kellett volna kapni a sorstól, mert közrejátszott a kincsem megszületésében, méghozzá úgy, hogy az apa, mint ő jelölte ki, de titokban senki nem tudott róla, és meghamisították a tenyésztőkönyvet, és ez a grófnő, ez el kellett tűrnie, hogy az egész világ úgy tudja, hogy Blaskovics Ernő, a tenyésztő gazda által kijelölt apaméntől ered ez a csodaló. És azt, hogy úgy érezte, hogy joga van ezek után a lóhoz, és Blaskovics Ernőn keresztül őt próbálta meg elcsábítani többször is, keresztül akarta közelébe férkőzni a lónak. De hát az istálló fiú, mindegyik embert kiforgatta a saját életéből. Robert Hesp az egy nagyszerű tréner volt, ő több nyertes versenyló bizonyítja ezt, akik az ő kezek alól kerültek ki, és ő neki nagyon sokat köszönhet kincsem, ez egy nagyszerű figura, de hadd ne boncolgassam őt, mert egy nagyon összetett, nagyon érdekes ember volt.